mert jó vagytok, igen! Azért, mert teljesen vakon le tudták járni az egészet. Csak néha ütköztünk össze egymással, ahogy én láttam. De mindenképpen valamilyen ajándékot azért vigyetek a családoknak. Ugye az egyik ajándékunk az lesz, hogy a franciák eleve kérték, hogy az első előadásunk az ingyenes legyen. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepi pillanatban köszöntsem Önöket, mivel hogy valószínűleg ez az utolsó magyarországi fellépésünk, és meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak, akik a korábbiakban segítették az előadás létrejöttét és megvalósulását. Elsősorban diákjaink szüleinek, akik türelmesek voltak, másodszorban tanárkollégáimnak, akik még türelmesebbek voltak, azért, hogy elviselték a sok hiányzásunkat. És nem utolsó sorban annak a sok-sok diáknak, felnőttnek, kollégának, technikus kollégának, akik az előadások során több mint 150-en részt vettek ebben a darabban, akár most a színpadon, akár a korábbiakban, bármikor. Köszönjük nekik, hogy létrejöhetett az előadás, és remélem a mai utolsó előadásunkat is szívesen fogják fogadni. Jó szórakozást kívánok! Segítsetek! Segítsetek! Oh, segítsetek! Segítsetek!
tartsd meg életem értelmét. Szólj, Istenem, adj most jelt én nekem, adj erőt küzdenem, hadd legyen életem te hozzád.
Szólítád az én atyám, Uram, oly mérhetetlen vágyat szállt rám. E sír, oly hallgatod, a szó is fennakad, a szív majd megszakad, e súly alatt. Bím, hát itt fekszik, előttem jó atyám, lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Yeah.
Segíts most Istenem, segíts meg nemzetem, segíts az országot megvédenem. S más út, csak az Isten útja, bármit hoz reánt. E földön nálam nincs nagyobb erő. De atyám sírjára esküszöm, hogy hozzád hű leszek. Sem hátrálok meg a harc
nemzetsége, széles puszták büszke népe. Most már elég túl sok itt az ártalmas emlékezés, ősi múlttal együtt jár az árulás és zendülés, barbár dallam, pogány ének, ízléstelen dendítás, fogjátok meg mind a kettőt, nem tűröm a lázítást! Bár körülött jó úrnőm, hogy ősi szokás szerint választ ő, thank you.
Istenünk. Miért kell a harc? Csak vérünk folyik, s egyre fogy nemzetünk. Thank you.
kisasszonyok! Hallgassátok kompányezét! Chabito, asszonyaim!
mondjuk lenne egy kis kérdezni, mint kasszi végig elég. Vannak s minden jöttnek tőle, álma mentem véget ér. Hosszantó beképzelt fickó, abcúg is vár, nem kell már! Azt gondolja, egyet füttyen, s mindenki határban áll.
nincs vissza út. Az István már a harca készül, idegeneket hív, magyarok ellen segítségül. Pogánynak tartanak, pedig bizánc jelét magamra vettem, csak az volt a cél, hogy szabadságunk. Kiáltanak, hol a szabadság áthív.
míg a föld is sír alatt. Viva!
Thank you.
akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyháznak és papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az országot atyáig igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarod. Úgy legyen. Magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, Uram, de nélküled.